Készülnek a töklámpások Vackor óvodában. A Mosonmagyaróvári intézmény 8 éve rendezi meg a Tök jó hét elnevezésű programját. A hagyományosan október első hetében zajló esemény témája az őszt járja körül. Hári Józsefné óvodavezető szerint fontos, hogy a kicsik közös programon vehessenek részt a szüleikkel. Közösen gyűjtötték a tököket, közösen vásárolták, nézegették kisebbet, nagyobbat, tapogatták már egész héten a gyerekek, forgatták a tököket. Majd amelyikből nem tudtak sütőtököt készíteni, nem tudtuk megenni, abból most töklámpás készült. A lámpások készítése nem csak a gyerekek számára kedves időtöltés, mondja Baróti Edina. Hát a gyerekek nagyon szeretik meg, igazából ilyenkor a szülőkkel együtt tudnak barkácsolni. A szülők ilyenkor betekintést nyerhetnek csemeteik hétköznapjaiba, tette hozzá Boros Mónika. Nagyon jó, nagyon jó. Mert így a szülők is egy kicsit így megismerkednek egymással, meg azért így tudjuk, hogy melyik gyerekről van szó, amikor mesél otthon a gyermek, így megismerik a gyerekeket is, jobban közelebb kerülünk a óvónőkhöz is, meg a gyerekek is így tudják, hogy kihez tartozik igazából. Nem minden óvist kötött le a tökök faragása. Voltak, akik játékkal ütötték el az időt, míg szüleik dolgoztak. Szülők egy kicsit, hogyha közelebb jönnének, mert a többiek nem tudnak kijönni. A felvonulást lázas készülődés előzte meg. Miután minden lámpás és mécses a helyére került, a kicsik szüleikkel megkerülték az óvodát. Aranysárga a világ, kakukk fű, kakukk szól, kirándulni volna jó.